A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2011-es megalapítása óta minden év április 12-én tartják meg a bűnmegelőzés napját. A rendőrség ilyenkor országos program sorozatba kezd, különböző intézményekbe látogatnak el, ahol a bűnmegelőzés fontosságára és a bűnelkövetések változásaira hívják fel a figyelmet. Egyik ilyen népszerű módszer manapság a kiberbűnözés. Az online tér és az internetes vásárlás veszélyei ma már bárkit elérhetnek, mondta el 35 perc című műsorunkban Kovács Attila, a megyei rendőrfő kapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Nyilván, hogyha a személyes adatokat kérik online módon, tehát e-mailben, hogy adja meg, folyószámnak kivonatokat kérnek, vagy folyószámlaszámokat kérnek, vagy bármilyen tranzakciót akarnak így ki elérni az ügyféltől, vagy az átlag állampolgártól, akkor azt végig kell mérni, hogy azt tudjuk, hogy ezek általában személyes ügyintézések történnek, ezek az adatok a személyes, szenzitívek, ezeket nem kell megadni, nem szoktuk megadni senkinek, egy személyhez köthetőek, tehát itt azért erre lehet gyanakodni. Nyilván a vásárlások esetében pedig csak, ezt mindig unos, unos-untalan hangsúlyozok, hogy csak megbízható weboldalról lehet vásárolni, magánszemétől vásárolunk, akkor ne utaljunk előre, lehetőleg utánvétel le lehet történjen, vagy győződjünk meg valamilyen formában, hogy akkor az a, a vásárlás, az ténylegesen meg fog történni tudom, hogy nehéz, és tudom, hogy futászolgat után például nehéz meggyőződni arról, hogy amit vásároltak, az valóban az a termék, de azért érjünk csak egyszerű, normális, átlag, józan parasztiszek gondolkodva, azért ezeket el lehet kerülni. Az osztályvezető hozzátette, a rendőrség a fiatalok körében nagy hangsúlyt fektet a drogprevencióra, az iskolai erőszakra és zaklatásra. Az idősek védelmében az unokázós csalók elleni fellépés volt fontos, Nyíregyházan is számoltak fel ilyen bűnszervezetet az utóbbi években. Ezzel a módszerrel az emberek jóhiszeműségét használják ki, mint ahogyan az áradománygyűjtésekkel is. Ezek a bűnelkövetések krízis helyzetben szaporodnak meg. Ilyen a mostani háborús időszak is. Ha valaki az utcán megy, akár a sétáló utcán és valaki elé áll, hogy akkor oda akkor azt tudni kell fényképes igazolványal igazolni magát, hogy ő még szervezhet tartozik, kinek a nevében gyűjti. Készpénzt helyszínen sosem adjunk át, kérjünk számot, kérjünk csekket, amin be lehet fizetni. Nyilvánvalóan, hogyha már szám van, meg csekk van, akkor az látható hogy <hazit> nem egy klasszikus átverés, tehát ez ma azért szereznek kell lennie. Meg kell győzni azt, hogy melyik honlap tartozik az <hazit> a szervezethez, fel kell menni, meg kell tekinteni, pontosan miről is van szó, és ennek tudatában tegyünk. Hogyha valaki úgy gyűjt adományt, hogy, mint a házaló árusok, tehát elmegy a lakótelepre és becsenget mindenhol, ugyanez van, készpénzt senkinek ne adjunk, kérjük el az igazolványt, meg, hogy ő tényleg ehhez a szervezethez tartozik, és járjunk utána így módon a saját magunk is eszközeivel, mielőtt adakoznánk, amit persze támogat mindenki, csak átgondoltan tegyük meg. Kovács Attila hangsúlyozta, a regisztrált bűnelkövetések száma évről évre csökken, szabolcs már Bereg megyében. A lopás és a közterületi bűncselekmények is egyre inkább visszaszorulnak.